Na üdvözlet, muszták népe, gyakori kérdések. Aki már volt a gyakori kérdéseken, az tudja, hogy nem úgy működik, hogy felmész, ríj, lemész. Ez olyan, mint egy olyan sztorikat lehet ott tanulni, olyan kicsit, mint ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Facebook hozzászólások, hogy az is egy ilyen végtelen bugyra az internetnek. A gyakori kérdések az a Facebook kommentek hungarikuma, a magyar verziója. Oké, hogy olvasgatsz néha, tök jó. De aki még ott kérdez is, én olyan emberrel még nem találkoztam. Nem tudom, olyannal se, jó barátok, mindenki szereti ezt a sorozatot, nem találkoztam olyannal, aki tényleg nézi, csak mindenki tudja, hogy ja, igen, az tök jó, de nem nézi senki. Na, a gyakori kérdések ugyanez, rengeteg kérdés, végtelen kérdés van ott, és hallod, behalsz, mindjárt mutatok párat, végtelen van, de hogy senkitől még nem hallottam, hogy ja, én ezt megkérdeztem gyakori kérdéseket. De valószínűleg nem vagy büszke, mint amikor, hogy kire szavaztál. De mégis te, mint internet szörfölő tag, mire szoktad használni a gyakori kérdést? Elmondom, ne segíts, elmondom, ha valami szexuális dolgot nézel meg, és a femina.hu nem adja meg rá a választ, mi az, ha állva csináljuk, akkor nem is feküdtünk le, meg nem tudom, olyanokat lehet olvasni ott is, ez ami elképesztő. Nem mertél megkérdezni akkor annyi idősen. A másik ilyen opció, amikor még bújjuk ezt az oldalt, amikor valami betegségnek nézünk utána. Gyorsan beírjuk gyakori kérdésekbe, hogy normális, hogyha hullik a szőrünk, vagy hogyha ott van az 5 centis lyuk a seglukunknál, és akkor ezek mennyi ilyen kérdés van, vagy egy 6 méteres tumor van a hátamon, mit tegyek, és gyakori kérdéseken megmondják, hogy fú, tesó, igyál sok vizet, citromlé, ilyen. Meg megnyugsz, hogy ha óval, akkor nem kell elmenni orvoshoz, mert végül is ez drága. Oda vonatozni, jelszusomat várni, izgulni, nyugtassuk meg magunkat szépen, hogyha már ez nem jön be, akkor jöhet a webbeteg meg a femina.hu. De nézzük, miket gyűjtöttem. Na erre akkor viszont így ideülök, és akkor ide kirakom. Messengeren gondolom normális magadnak üzengetni, nem? Fivérek közt szokás a szájra puszi. Kiposztoltak egy képet, ahol szenvedélyesen szájon csókolják egymást. Milyen családban szokás ez? 2-40 körüli férfi. Utálom a puszilkodást, de szájra azért tényleg csak max a párral, és nem tesókkal, barátokkal, családtagokkal. Ki utálja a puszilkodást? Ne viccelj már, azért pároddal ne legyen már ilyen. Jó, úristen. Vannak családok, hogy teljesen elfogadott a családtagokkal valószínűleg. Ez február 1, hajnal 3-kor azért küldte neki a faszink. Nem írom le milyen családokban, mert kitilt. Nálunk teljesen normális, én Ricardo vok, és a bátyámmal, Rokkóval mindig csináljuk. Áj, szerintem ez csak kamu. Azért Bakker, aki így ír, az legyen már kamu. Azért rohadtul más, ha valakit megpuszilok, vagy szenvedélyesen száján csókolom, ha nem tudod a különbséget kérdező, nagyon sajnálok. Jaj, mi ez a kis tüzes támadás? Szóval van egy féltestvérem báty, de haragszom rá, ezt ki is nyilvánítottam felé, hogy vegye a lapot. Kiléptem a csoportjaiból, amit létrehozott régen, de ugyanúgy ismerősöm közösségi médián, de lájkolta most is a történetemet. Miért nem fogja be? Hogy haragszom rá, és nem vagyok rá kíváncsi, amúgy 5 éves vagy 6 éves lehettem, amikor utoljára láttam őt. Ez a legnagyobb problémát, hogy lájkolták valamit, de Istenem, irigyellek, foglalkozz a való élete, ne a közösségi médiával, meg ez ennyire megvisel, inkább töröld magad. Varázs megoldást, töröld az ismerőseid közül, és akkor nem tud lájkolni. Bibi, bidi, bababó. Okom van rá, nem pár éves sztori. Jajajaj, ebből most valamire következtethetünk. Akkor közel van az 5 vagy 6 éves korhoz a fiatalember, hogy már ne nevessük már ki, Bakker. Hugom, mióta lett barátja, nagyon bunkó mindenkivel, velem is. Nagyon nagy képű lett, a pasja is egy görcs. Régen nagyon jó volt a kapcsolatunk, másnál is volt ilyen. Hogy oldottátok meg, mindketten 20 évesek? Hogy megcsalja a csávója, remélhetőleg utána meg becsicskú, relax. Ezt csak nem érte komolyan. Azért lett ilyen, mert felnőtt, kialakult a végleges személyisége, ő már ilyen. Nálunk is ilyen a helyzet, megoldva még nem lett sajnos. Hugom pölö sose hazudott életében, gyűlölte a hazugságot, de mióta együtt van egy olyan gyerekkel, aki többszínű, azóta folyamatosan hazudik. Többszínű, ez mekkora komoly lehet, érted? Itt alul fekete, felül meg fehér, mindenki jól jár. Mondjuk akkor, minek foglalkozol velük, ők jól megvannak együtt. Ennyi. Ez egy majka szám. Dö. Ennyi. Miért foglalkozol vele, ne irigykedj. Tavar, mert nálam laknak, mindent a segük alá teszek, és cserébe ilyenek. Mi a francra lennék irigy? Ho, akkor ez egy idősebb
kolléga, minek hazudozol? Szerintem ez a húga most idejött kommentelni. Nem laknak nála, hazudik. Hoppá, jött a görcs csávó is kommentelni. Na, ha pszichopata narcisztikussal volt hosszabb személyes kapcsolatom, ahol a vége felé nagyképű volt és engem lenézett, ha eszembe jut feldühít, akkor ajánló pszichológushoz mennem? Igen. Ha nem is volt ez, akkor is ajánlott, és nem azért, mert te egy görcs vagy, hanem azért, mert pszichológushoz járhat mindenki nyugodalmasan. Nem csak akkor kell oda menni, hogyha már öngyilkos akarsz lenni. Nyugodtan lehet menni, bakker. Beszélgetni biztos, hogy vannak lelki problémáid, anélkül is, hogy konkrétan meg tudnád fogalmazni. Járhat a pszichológushoz. Mennyi idő lehet egy pszichológusnál? Vagy elég csak az idő, és majd nem fog feldühíteni? Pszichológus nélkül? Biztos, hogy nem. Az idő nem old meg, gyermekeim, semmit. Semmit, ha nem teszel érte. Ugyanolyan lelki seb, ugyanolyan, mint egy fizikai seb. Eltört a lábad, azzal is elmész orvoshoz. Ketté tört a lelked, azzal is nyugodtan elmehet. Szépen van a traumád, elhesegeted, negatív gondolat, jaj, nem tetszik, és rakódnak rá a szarok, és akkor szépen ott az alapba az ott rohaszt el minden. Rárakódott minden genyó, és annál nehezebb lesz ezt felhozni. Nagyon is ajánlott, nyilván neked is vannak problémáid, csak magadért is érdemes. Ja. Egyetértek. Nagyképűek az emberek mostanság. Azt tapasztalom már egy ideje, hogy egyre több az olyan ismerős barát, már nem barát, akik kérkedően viselkednek. Ez milyen? Ha te nem vagy tünci-münci, akkor egyből le vagy ugatva, le vagy nézve. Bármit mondok vagy kérdezek, mindig egy fellengzés a válasz. Mi ez az önbizalom hiány? Aki kicsit is szerényebb, de mondjuk sokkal tehetségesebb pöllő táncolásban, azt leszarják, de aki botlából is erőlteti magát, meg puccozik, az egyből központi figura lesz. Hát igen, ez érdekes kérdéseket vett föl, de mindjárt beszéljünk róla, csak hogy olvasok tovább. Ha te egyszerű lényként próbálnál becsatlakozni a beszélgetésbe, akkor vagy leszarnak, mit mondasz, vagy egy kedves ahával lerendeznének. Igyekszem kerülni az ilyen dolgokat. Én egy egyszerű ember vagyok. Tök jó. Megvan minden, amire szükségem van. Tök jó. Meg tudok venni olyan dolgokat, el tudok menni olyan helyekre, ahová több pénz kell. Nem állok rosszul anyagilag. Ha ezt tudod, akkor ezt nem kellett volna ideírni. Nagyon idegesít, hogy alig tudok valakivel normálisan beszélgetni, tök általános dolgokról sem. Jó, akkor ha jól értem, akkor arról szól ez a dolog, hogy te egyszerű vagy, ezt tudod magadról, de mégse ilyen akarsz lenni, mert hát így nem fogadnak el mások, és ezért másokba keresed a hibát. Eddig azt csináltam, hogy kerültem az ilyen ember emberekkel való beszélgetés, de rájöttem, hogy mindenki. Amikor ilyenek vannak, hogy azt hiszed, hogy mindenki más körülötted hülye, akkor egészen biztosan te vagy a hülye. Annyiféle ember van a Földön, hogy az valami egészen elképesztő. És biztos, hogy nagyon sok olyan van, mint te. Nagyon nehéz leszarni ezt az egészet, mert kicsit igazságtalannak tartom, hogy a nagyképű, semmire kellő emberek vannak előtérbe helyezve, amíg a valamire való szerényebb emberek pedig a szőnyeg alatt lapulnak. Úgy ez egy érdekes kérdés, ezt a Müller Péter könyvben olvastam, 2. fejezet 42. paragrafusában, hogy tényleg a Müller Péter mondta, hogy az, hogyha valaki kedv, százszázalékosan kedves, százszázalékosan jó szándékű, odaadó, aranyos, akkor azt úgy hívja a köznyelv, hogy naiv. És ez amúgy mennyire szomorú, hogy te rendelkezel ilyen nagyon szuper jó tulajdonságokkal, de akkor te életképtelen leszel. Egyszerűen az egy hátrány, hogyha te tényleg 100%-osan ilyen vagy olyan vagy. És ezért egy tök jó észrevétel szerintem azt, és ezt minél előbb érdemes észrevenni, hogy vannak a tulajdonságok, és hogy mindegyikből csak így el kell tenned magadnak egy picit, de nem lehet olyat, hogy akkor te 100%-osan ilyen vagy. Ezek az ilyen nagyon hangos, nagyon tényleg semmire kellő emberek, akiknek az az egyetlen tulajdonsága, hogy rohadt magabiztosak. Így az elején így az emberek így tényleg így közelednek hozzá, hú, de jó vezető minden, viszont amint megismerik, onnantól már ez így kevés lesz. Átlátnak ezen az emberek. És az, hogyha te egyszerű vagy, csöndes vagy, de normális, akkor viszont sokkal könnyebb hosszantartó dolgokat szerintem létrehozni. Na, ilyen az élet. Nem kicsit, nagyon. Jó, már Gyurcsány Ferenc. Megszakítsam a kapcsolatot ezzel az emberrel, ha igen, akkor hogyan? Bocs, 20 F, ez kicsit hosszú lesz ide nekünk. Megszakítsam a kapcsolatot egy olyannal, aki terhemre van és gyomor ideget okoz? Igen.
És igen. Egy uralkodni vágyó, dolgozni képtelen valaki állandóan rajtam vezeti le a feszültségét, mindenbe beleköt, nem hagyja, hogy szabadon döntsek. A jelenléte rendkívül zavar, ezek alapján megszüntessem vele a kapcsolatot, mert szerintem nem jó valakinek az árnyékában élni. Igen, szüntesd meg, tök jó. A legjobb barátnőm anyja meglopott. A legjobb barátnőm anyja meglopott, mit tegyek? Lopd vissza, amit ellopott. Megszakítsam a lányjal a kapcsolatot, vagy nem? A majd a barátnőd, de mi a faszért szakítanád meg, amikor az anyja lopott meg? Nagyon régóta legjobb barátnők vagyunk, és néhány nappal ezelőtt a buszon elhagytam a telefonomat. Igen, földön kerestük a barátnőmet, de nem találtuk meg. Aztán valamelyik nap este beállít a barátnőm, hogy hozta a telefonomat, mert az anyja le akarta adni a rendőrségen. Kisfaluban élünk, ne tessék nagy számra gondolni. Itt már sejtettem, hogy van valami, de nem akarok rosszra gondolni, de mi a rendőrségre akarta leadni? Hát... Akkor nem kell neki a telód, hé, akkor nem loptál, nem? Rossz dolgok keringenek róluk, persze a barátnőm olyan, mintha a testvérem lenne, nagyon szeretem, csak borzalmas családban él. Nem tudom, hogy megbízhatok-e benne, mi van, hogyha az édesanyja példáját követi majd, segítség 14-el. Nem akkora bűn a lopás. Nem mondod meg a hülye kamu kérdését, de te idióta. Mi van? Hogy nem melózni vagy napi 18 órát havi 60-ért? Biztos kirúgtak, mert késtél 3 percet, gyökér. Mi van? Beszéld meg a barátnőd, de ha igazán jóban vagytok, az anyja le akarta adni a rány, visszavitte, de ez hol lopás? Ja, teljesen. Egy hullámhosszon vagyunk emberek, bakker. Nincs itt kérdés. Figyelem a tini párkapcsolatok kategória kérdését 16 éven... a legjobbak 16 éven felül látogatóinknak szólnak, amennyiben még nem vagy 16 éves, böngésződ visszagombja segítségével, hagyd el az oldalt. Ezt most rátok bízom, jó? Legyetek 16 pluszok. Egy magabiztos, már-már nagyképű. Ezt a kettőt ne keverjük, jó? Nagypofájú fiú és egy csendesebb, picit önbizalom hiányos lány között működhet egy kapcsolat? Persze, nem? Egyesek szerint az ellentétek vonzzák egymást, miért ne sikerülhetne? Ez akkora baromság! Emlékszem, pszichológia órán hozta fel a tanár, és ott is így néztem nagyokat, hogy az ellentétek vonzzák egymást, kettős pont. Példa, amikor a gazdag, öreg, kövér, kopasz férfihoz hozzá megy egy nagyon fiatal, nagyon szép lány, és akkor az ellentétek vonzzák egymást. Nem az ellentétek, a pénz vonzzák egymást. Igen, de ez nem ilyen egyszerű azért. Hú, micsoda pontokba szedte. Egy, milyen nagy pofájú? Mit tett le az asztalra? Kettő, folyamatosan jár a szája? Mert engem az rohadtul zavarna egy nap. Szerencsé, hogy nem veled kell járnia. Három, olyan, mint egy kisgyerek, aki ha odaszarik az orrom alá, akkor büszke rá. Miért még nem láttam, hogy erre büszke lent volna az én párom. Nem működhet. Mit keres két ellentétel kapcsolatban? Hosszú távon a közös dolgok, tulajdonságok, szellemiség, stb. Köt össze két embert. Fogadok, te vagy a lány, az értelmesebb kasztja a lányoknak messziről kerüli az ilyeneket. Halljátok ezt, lányok? Az értelmesebb kasztja kerüli az ilyeneket. Van olyan alárendelt leszel egy idő után. Felnőtt párkapcsolat. Ez már nem is tini. Ez már nem is tini pár. Már megyünk a felnőtt. Figyelj, a felnőtt párkapcsolatok kategória kérdését kizárólag felnőtt látogatóinak szólnak, amennyiben még nem vagy 18 éves. Ha nem nőttél hirtelen 2 évet, jó, akkor azonnal a visszagombot. Nem vagyok tahóseggfej. Hú! Vagy sem bunkó, nagyképű. Találok-e valaha is barát? Ne! Szegény! Mennyire össze lehet törve? Úgy veszem észre, az én korosztályomban a csajok, nők egyáltalán nem a rendes pasikra buknak. Nem vagyok papucs, nem arról van szó, és nem akarom mindenára a tenyeremen hordozni a nőket, de alapvetően kedves vagyok velük. Na, tök jó. Nagyon helyes. Helyes. Főleg azokkal, akik fontosak nekem. Sajnos azonban ez eddig nem jött be. Mindenkivel legyél kedves. Hey. Voltak barátnőim rövidebb időre, de meg is mondták nekem, hogy nem tudják miért, de a bunkók vonzzák őket. Azért ezt megnézném, hogy ezt hogy mondták. Csodálkoznék, ha ezt mondták volna, hogy figyelj, Ákosom, vagy ki vagy. Ákosom, egy olyan rendes srác vagy. Kedves és... kedves, de velem van a baj, nekem a bunkók kellnek, a tahó seggfejek, akik megtépik azt a hajat. Na, és ennyi idősen már nem tudok megváltozni, hogy én is bunkó seggfej legyek. Ez 28 éves, mindig tudsz változni, az még fiatal. Hey, kolléga. És nem vagyok ronda, pénzem is van. A stílusom sokaknak bejön. Hm?
Egyébként érdeklődnek is utánam a csajok, de mégis előbb-utóbb lelépnek a tahók után. Lejénkém. Az a baj, hogy valószínűleg, de papucsú, hogy azaz túl rendes és túl kedves. Van olyan, hogy túl kedves valaki. Nem az a papucs szinonimája. Érdekes, a párom nem volt bunkó velem soha, és mégis együtt vagyunk. Na hát, olyan nincs, hogy valakinek az legyen a hibája, hogy kedves, más lesz ott a gond. Olyan szomorú, ha valaki 28 évesen is itt tart, ebbe egyetértünk. Jó tanács, kettős pont. Ezek zseniálisak, mondjuk házhoz ment a lófaszerbe az, mert a gyakori kérdésekre, aki kiír, oda csak jó tanácsok érkeznek. Legyél pimasz, nagybetűvel. Ez ilyen kiabálós pimasz, aki néha helyre teszi. Párom, így mond valami kedveset. Baby, hozzal egy pohár vizet. Aki néha helyre teszi őket, visszarántja a föld. Visszarántja a földre azokat a beképzett szukákat. Ha netán el akarnának szállni. Ja, ha netán, bocs, ezt még későn olvastam. Leoltja őket, basz. Ha kell, olykor nyugodtan vágja szavukba. Világíts rá a hibáikra, ha valami nem tetszik bennük. Ne félj kimondani ezektől alfa pozícióba. Alfa pozícióba kerülsz a szemükbe, és tisztelni fognak. Azt a kurva. Hú, de melegem lett, bakker, ez iszonyatosan kínos. Jesszusom. Sajnos itt tart a világ. Sajnos itt tart a világ. Mi az, hogy alfa... Alfa pozí, ez az alfa, szigma, áj, ez nem csak egy poén. Sajnos itt tart a világ, szerepet kell sok esetben játszani, ha nőt akarsz. Remélem figyelsz, te lecsúszott csávó, szingli, pénztárcából essenek ki a huszasok, urald le, ültesd le, szólj vissza, tedd helyre, ha el akarna szállni, tedd helyre, mondjuk a konyhába, vagy valahova, valami munkahelyre, gyárba. Na, aztán ha elindul a kapcsolat, a maszkot ki kell dobni a kukába. Ötös, nagyon jól leírta a dolgot, melyik az ötös, 8, 7, 6, 5. Ez írta le jól, ne legyél pimasz, tedd a helyére őket. A tagadó nők pedig szokás szerint tagadják azt, amilyenek. Mert bevallani viszont megalázó lenne nekik, na meg amúgy is tudatalatt működik ez a dolog, amit bevallani szintén megalázó, mert hát arról szól a feminista propag... Nem mindig a másikban kell keresni a hibát és újjal mutogatni, egyáltalán nem jön be minden nőnek, ha a pasi a bunkó, de ezt miért húzták le ennyire? Na figyelem, ez is tini párkapcsolat. Hogyan legyek egyszerre nagyképű és gyengéd? Sok helyen láttam, hallottam, hogyha be akarok vágódni egy csajnál, fel akarom szedni, felszedni. Ezt azért kell idézőjelbe rakni, mert hogy nem úgy felszedni, hogy így megfogni a földről és így felszedni. Akkor alaplépés, hogy legyek nagyképű, de közben gyengéd. Nekem valahogy ez a kettő nem illik össze. És ilyen izéfejeként. Mi? Ne, ennyi volt. Jó, nézzük, mik vannak itt szintetek. Hogyan legyek egyszerre vicces, pofátlan, de bunkó. Ezt nem lehet elmagyarázni. Érezned kell, hol a határ. Az érzésre van, kicsi szívem. Őszinte leszek, nekem az jön be, ha valaki önmaga és nem tesz ilyen kérdéseket. Áj, nem tesz fel ilyen kérdéseket. Csoda, csoda, hallod, puszillak, imádlak. Ne változz meg azért, hogy az bejöjjön a csajoknak, legyél önmagad. Nagyon-nagyon cuki vagy. 14 évesen hallod, úristen, imádlak. Önmagad légy, aki magadért szeret téged, azt szeret igazán. Csini Baba Táncfesztivál, egyedi koncertemény, parkour, zenészek és katonai orvosi művészével. Ha egy átlagos lányba belezugsz, azt utána szépnek látod. Hogy jön az átlagoshoz a kinéző? Szia cica, látom, hogy tetszik a testem, gyere fel egy kamatyra, úgyis tudom, hogy erre játszol, baby pocok. Baby pocok. Ez kicsit off topic, de nagyon izgi. Hány éves korig elfogadható az Isten hite? Mióta és miért hiszel benne? Mi az, hogy hány éves korig? Már bemehetsz a dohiboltba, és amint beléptél, ott Isten leveszi rólad a szemét, kezét, minden, onnantól kiverheted nyugodtan, bármikor, bármennyiszer, bárhol. Én a 18-at mondanám, de a többiek mit mondanak? Nem azt kérdezem, hogy milyen jogon mered ezt megtenni, hanem hogy minek csinálod. Mi vallásos emberek el vagyunk vasárnap a templomban, mi imádkozunk, olvassuk a Bibliát, és kész, ennyi. Az ennyi? És ez teljesen rendben van, amíg nem jönnek az ilyen kis libra... Nem jön egy lipsi uszítók, mint te, akinek semmi jobb dolguk nincs.
nincs itt belerúgni egyet ok nélkül a vallásba. Na jó, hallod, ez egy jó végszó volt. Na én viszont uszítalak arra, hogy iratkozz fel. Csengő, ha tetszik, ha nem, be kell nyomni, nem tudom miért, nyomjad be. Na, aztán like, dislike, mehet nyugodtan, amelyik szimpatikusabb. Vigyázzál magadra, nem? Legyél jó, Isten áldjon.